Én voltam már itt rikkancsos, néző, versenyző és riporter is. A helyszín gondolom ismerős. Valószínűleg most is itt ülünk a nézőtéren, amikor ti ezt halljátok. Évek óta tudósítunk a rendezvényről, melyen számos fantasztikus pillanatnak lehettünk a tanúi. Czajlik József Barabbását például 20-valahány év után is tisztán hallom a fejemben. Valószínűleg mindörökre ott marad. Úgy gondolom, hogy a csodák keltető helye ez. Éppen ezért nektek versenyzőknek sem győzelmet kívánok elsősorban. Azt kívánom, hogy éljétek, tapasztaljátok meg azt az érzést, amikor az élményeitekből és sajátos értelmezésetekből formálódó szöveg kiszabadul, meghalad benneteket. A lámpaláz megszűnik, a közönség néma csöndben figyel. Legyetek alkotói, részesei a csodának. Emlékszem, hogy tavasszal a családunk mindig lázban égett. Szép magyar beszéd, színjátszás, vers és prózamondás volt a napi téma. És lelkesedtünk mi, gyerekek is. A versenyek izgalma, a győzelmek öröme ma is szép emlék mindnyájunkban. Azt kívánom, hogy az öröm sokszorozódjék meg a kedves jelenlévőkben is. Felkészítőkben, versenyzőkben egyaránt. Mi így szeretjük a tavaszt. A versenyek izgalmával, a találkozások boldogságával. Egy építkezés közepén állok Szepsiben, ezekből az alapokból a jövő, a magyar remény és a magyar tudás temploma nő fel nem sokára. Egy iskola, ahonnan okos gyerekek, jó sportolók, szavalók kerülnek majd ki, ahol leendő pedagógusok, mérnökök, vagy éppen színészek biztos jövőjét alapozzák meg. Mint egy 40 évvel ezelőtt, aztán több éven keresztül amatőr színjátszóként a Dunamenti tavaszon olyan útravalót kaptam, amely meghatározta egész életemet. Közösségi ember lettem, megmaradtam irodalmat szerető magyarnak, a magyar szóból élek, hisz magunkról, magunknak készítek mozgóképes összeállításokat. Minden kedves versenyzőnek egy Winston Churchill idézetet szeretnék a tarisznyájába helyezni. Így hangzik. Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk. A napokban, talán nem véletlenül, de közel egy év után találtam meg ezt a fényképet. A Tompa Mihály országos versenyen készült. A barátnőm küldte a lányáról. Fanni a Furulyás lányok központi szereplője, aki számos kategóriában indult már ezen a megmérettetésen. Korábban a nővére is versenyzett, és 2018-ban a kis húguk is ott állt a döntő színpadán. A fotó üzenete számomra az, hogy ezen a seregszemlén generációk nevelkedtek fel, és adták át egymásnak és másoknak is a szellemiségét. És ebben minden benne van, ami fontos. Az anyanyelvünk, a kultúránk, és talán a megmaradásunk is. Sokkal többet kaptam a versmondástól, mint valaha is reméltem. Kitartó munkával végigkísérte a gyermekkoromat, amit igazán sikerrel a felnőtt kategóriában kamatoztattam. A filozofikus tartalmak mellett még humorral is próbálkoztam, ami talán a legnehezebb ebben a műfajban. Hát igen, a közönség vette alapot, és a tekintetekből is rengeteg erőt merítettem. Aki versmondásra adja a fejét, higgyék el, csodálatos útra lép. Ez felnőttként különféle élethelyzetben tudtam igazán értékelni. Egy-egy vers kidolgozása, dramaturgiai ívének a kidolgozása hitelességre tanított, maga a versenyhelyzet, a pódiumra lépés pedig, és az a 3-4 perces magány, amikor az ember csak magára számíthat egy-egy mű tolmácsolásánál, bátorságra, önismeretre és nem utolsó sorban alázatra nevelt.
Ha ezek kimaradtak volna az életemből, én soha nem éreztem volna otthon magam, mint már 20 esztendeje a média világában. Költészet engem már gyermekkorban megérintett. Hogy a rímek összecsengése vagy a versek zeneisége tette, nem tudom, de sohasem tanultam a verseket. A sorok valahogy mindig belemásztak a fülembe. Több mint 10 évig voltam rendszeres résztvevője a Tompa Mihály vers és prózamondó versenynek. Az álmom, hogy én is ott legyek az országos döntőn, azonban már csak felnőttként vált valóra. Igaz, nem versenyzőként, hanem szülőként, amikor tavaly a kisfiamért izgulhattam. Nagyon sok tehetséges gyermeket hallottam, és akkor úgy fogalmaztam meg magamban, hogy a költészet lélekedző nemes kalandozás. Remélem, hogy nekünk szülőknek és a pedagógusoknak sikerül minél több gyermekkel megismertetni ezt a kalandos utat, amelyen felejthetetlen élmények és emlékek várják őket. Férjemmel évek óta készítjük tévés anyagainkat a Komáromi Jókai Színház előadásairól, színészeiről, a teátrum sikereiről vagy éppen esetleges gondjairól. Kiváló művészek állnak ennek a színháznak a színpadán. Ők is verseket, prózákat mondva kezdték iskolás korukban. Most pedig itt állnak a világot jelentő deszkákon, szólnak hozzánk a filmvászorról, a televízió képernyőjéről, akár más nyelven is, de megmaradva magyarnak. Hazai és nemzetközi sikereik, mert egyre több ilyenben van részük, az egész felvidéki magyarságot erősítik. Ezt a teret Dunaszerdahi Csaplár Benedek művelődési házauláját évente 2-szer töltik meg a Tompa Mihály országos verseny válogatóinak a résztvevői. Televíziósként én minden alkalommal jelen voltam, de egész családunk rendszeres résztvevője volt a versenynek. Eszter lányom kiérdemelni a legkitartóbb résztvevődíját, ő nem csak versenyzett, hanem több éven át még zsűrizte is az utána következő évfolyamok résztvevőit. Sok ismert előadó művész indult innen, de akiből nem lett színész, az is örökre megerősítette szívében a magyar nyelv szeretetét. És ez a legtöbb, amit ez a verseny adhat nekünk, magyaroknak. Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv. Sokan ismerik Kányádi Sándor gondolatait, ők itt körülöttem azok, akik tovább is adják. Pedagógusok, lelkészek, édesanyák, édesapák, a gyerekek, akik az anyanyelvet választják itt a Bodrog közben és az Ungvidéken. Ők azok, akik bizonyítják, hogy megéri a többletvállalást, érdemes a szabadidőt feláldozni, mert a befektetett energia megtérül. Tudja, hogy az angyalok tudja őket látni. Másik
Sziasztok, üdv Kassáról! Ez itt mellettem a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola. Itt kezdtem a tanulmányaimat én is, de menjünk csak tovább egy utcával lejjebb. Ez pedig a Magyar Ipari, itt kaptam a kezembe először kamerát. És azóta járom Szlovákiát és néha a világot is, magyarul tudósítok, forgatok. Itt vagyunk Kassa szívében, itt található mind a két magyar iskola, ilyen gyönyörű környezetben lehet magyarul tanulni, higgyétek el, megéri. Amikor ebben a szép városban egyszer a BBC televízióval közösen forgattunk, elnézést kértünk tőlük, hogy nem olyan tökéletes az angolunk. Erre ők csak azt felelték, ti három nyelvet beszéltek, és még a csehet is megértitek, mi csak egy nyelvet értünk. Minden nyelv érték, az anyanyelvünk különlegesen, biztatok minden szülőt arra, hogy ne féljen a magyar iskoláktól. Az biztosan elmondhatom, hogy Kassán szívvel lélekkel oktatnak a magyar iskolákban. Jó munkát végeznek az itt dolgozó tanárok, akik igazi egyéniségek és még szlovákul is jól megtanítottak. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg Tóth Karcsi barátomat, aki most ott ül a zsűriben. Az ő színészi pályafutása is itt indult Kassán, a gimis színjátszókörben és itt a Tália Színházban. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy nyomós okom arra, amiért most nem járok kelek a felvidék minden egyes szegletében, ám legfőképp Komárom környékén riporterként, és ez a nyomós ok bizony itt rakoncátlankodik mellettem. Ő az én 4 hónapos Kinga kislányom, akivel hamarosan sétálni indulunk, de ha minden igaz, akkor talán egy üzenetre még nyílik idő és lehetőség. Az az üzenet, illetve az az idézet, amit a ti képzeletbeli lelki vándorputtonyotokba szeretnénk pakolni, az a nagyszerű Kányádi Sándortól származik. Ez az erdélyi költő egyszer úgy fogalmazott, én nem határon túli magyar vagyok, hanem határtalanul magyar. Én őszintén kívánom nektek Kingával együtt, hogy éljétek meg a magyarságotokban rejlő határtalanságot a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Ezt az erőt átérezni nagyon fontos, a határtalanság erejét. Kérem, illetve javaslom ezt úgy, hogy a párom székely magyar, én magam felvidéki magyar vagyok, és jelenleg Bécsben élünk, és Bécsben neveljük magyarrá, határtalanul magyarrá Kinga kislányunkat, aki remélem, hogy hamarosan, ugyanilyen hangosan veletek szaval majd a Tompa Mihály szavalóverseny színpadán. Őszintén kívánok nektek bátorságot, gyönyörű élményeket Rimaszombatban, sok sikert, hajrá! Jövnek mind a szeretők,